folytatjuk a beszélgetést. Itt közben a szünetben elhangzott két név. Az egyik Dallos Gábor. Őről amit kell tudni. Dallos Miklós, bocsánat. Őről amit kell tudni. A Dallos Miklós az egy remek szobrász volt, főképpen fehér márványban dolgozott, és itthon, amíg itthon volt 1948-ig, addig a Borsos Miklósnak a tanítványa volt az Iparművészeti Főiskolán. És aztán ő kiment, és én a Csernus révén jutottam el, mert a Csernusnak az egyik legjobb barátja volt. És miután hallotta, hogy én éppen Borsos ügyekbe is utazom, meg hát ott vannak a Csernus festményei nála, hogy akkor meghívott engem a Csernusékkal, hogy menjünk ki oda arra a vidéki kis városkába. Az melyik volt? Étang-la-Ville, hiszem, vagy Le Étang-la-Ville. És hát ott egy nagy ház volt. És Franciaország melyik részén? A Párizstól egy ilyen kis vicinális viszki, nem messze van. És akkor meghívott oda több nagyon híres embereket, egy fordítót is, aki a magyar költőket fordította franciára. A Gilvig? Nem. Nem tudom, hogy hívják. Mert ő volt a legismertebb fordítója. Nem, ez egy nagyon jó. A feleségével volt ott meg. Voltunk egy nagy csomón, azért emlékszem ennyire, mert nekik volt egy nagy konyhájuk, az olyan ebédlő konyha, és ott nem tudom hányan ültünk az asztalnál, és akkor ott ők, a Dallos Miklós meg a Méri nevezetű angol felesége meghívtak ebédre. És akkor a nagyházból vezetett egy kis kerti ösvényen föl az emeletre ilyen furcsa kis lépcsőn a műtermébe a Dallosnak. De akkor ő már nem nagyon tudott szobrokat csinálni, mert elég beteges volt azt hiszem a lábával, és főleg avval foglalkozott, írta a memoárjait. És hát én meg éppen azért mentem oda, hogy lássam a Csernus képeket, amiket csodálatosak voltak. Többek között ott volt egy mind nagy méretű kép volt, amire így emlékszem, ott volt egy csodálatos tenger alatt járó, ahol ott a Tibor szerette ezeket a tengeri képeket, de leginkább azért ő a repülőgépekkel foglalkozott. Viszont tudom, hogy néhány példányban hasonlókat csinált ilyen tenger alatt járókról. És hát valami förgeteges viharba éppen lemegy a tenger, fenekére a tenger alatt jár, de az egy olyan magával ragadó kép volt, hogy még mindig előttem van a kép. Meg amellett volt egy másik kép, a Csernus, amikor... De mitől volt magával ragadó? A mozgalmasságával, meg az a lendület, amivel az a nagy viharzó tengeren megy lefele a tenger alatt járó, már csak az a felső része látszik, szóval az annyira élt, és annyira úgy érezte az ember, hogy én is benne vagyok ebben a tenger alatt járóban, szóval teljesen elénk állította azt a pillanatot, amit valaki kívülről látta volna, hát a Tibor biztosan látta, legalábbis gondolatban. És akkor ott volt egy másik olyan kép a Tibornak, amelyik arra emléke volt, személyes emléke, mert őt a 14-15 éves, hát ugye 29-ben született, vagy 27-ben született, tehát ő a 44-ben, vagy nem tudom, valamikor a háború alatt ezeket a leventéket elvitték valahogy besorozni, vagy, vagy kiképezni, mit tudom én, szóval minden esetre begyűjtötték őket, és őt is elvitték, mint leventét, Szombathelyre. És ott valamit dolgoztattak velük, és valami erdőbe, egy téli erdő ábrázolt a kép, valami csodálatos, mint egy gyémánt erdő, úgy csillogott az a sok havas fa, meg havas földrész, és akkor ott a kép középpontjában ott egy ilyen pásztortűz, vagy ilyen kis tűznél ült egy csomó, vagy hadifogoly, vagy ilyen üldözött, ott ültek és sütötték maguknak a sült krumplit. És ezek a gyerekek, hát mennyi volt a 15-16 évesek, ezek szerettek volna oda menni és adni nekik a cigarettájukból, meg mit tudom, a kajájukból, és nem engedték oda hozzájuk,
közel ezekhez a szerencsétlen rongyos alakokhoz, akik ott a tűz mellett melegedtek, és meg sütötték, ami volt nekik, krumpli. És ez a Tiborban olyan mély hatással volt, hogy nem csak beszélt róla sokszor, hogy ez milyen egy tragikus momentum volt az életében, hogy nem engedték, hogy segítsenek ezeknek. Hát azok a fiatal gyerekek, 13-15 évesek, nem volt sok fogalmuk a háborúról, meg hogy kik ezek, meg mik ezek, csak látták, hogy ott van egy csomó rongyos, szerencsétlen ember, és ott melegednek a tűznél, meg főzik a kis ennivalójukat, amihez hozzájutottak, és ez neki egy olyan emléke, mint később is visszajöttek, mint mondtam, az a kondorosi emlékek, de ez olyan mély hatást tett rá, hogy ők nem tudtak segíteni ezeken, hogy ezeket neki muszáj volt valahogy képbe kiönteni, hogy ettől a szörnyű emléktől valahogy megmeneküljön. Na és ez is ott volt a Dallos Miklóséknál, és hát rettenetesen boldog voltam persze ott, hogy a Tibornak a képeit így megbecsülik, hogy nem az, hogy cseréltek, vagy ajándékba kaptam, megvette. A Dallos Miklós megvette valamelyik galériába, megvette a Csernustól. Na és akkor én meg hát szerettem volna, hogy mit tud a Borsosról, hogy tanárjáról, hát nem sokat tudott róla, meg azt mondja, hogy én még csak a 20-as éveimnél tartok, és már két óriási vastag kötet volt tele az ő gépelt szövegével, be is volt köttetve már, de azt mondja, én még csak a 20-as éveimnél tartok, még nem tudok sokat mondani a Borsosról, de hát aztán nem is nagyon forszíroztam, mert ez csak egy ürügy volt, hogy én is elmehettem hozzájuk a Csernusékkal. És aztán, amikor már később a Csernusék nélkül is kimentem hozzájuk, hogy fotozzam le a Csernus képeket, meg hát, hogyha mondom, már odáig tart a naplójába, hogy én is tudok valamit akár a Csernustól, akár a Borsosról használni, de hát nem, aztán már nem tudtam róla, és most hallottam, hogy meghalt a felesége, és pedig hát azon nagyon gondosan ápolta, hogy minél tovább éljen, csak hát nagyon beteg volt már, mondom, a lábaival már csak ülni tudott, de egy nagyon jó szobrász volt, gyönyörű aktokat csinált, fehér márványban azok majdnem megszólaltak, azok a torzok, meg női figuráktól. És hogy mi lett ezekkel? Hát nem tudom, mert volt két gyerekük, aztán az egyiket örökbe fogadták, a másik az ő fiúk volt, nem tudom, hogy mi lett, hát valaki biztosan ápolja, kezeli. Hát reméljük, hogy... Svalm László. Az pedig a Marton Lacinak volt a barátja a szobrásznak. De hát azok is olyan érdekes kapcsolatban voltak, mert ez a Svalm Laci ott élt kint Zürichbe, és valahogy rám akadt, és hát akkor mondta, hogy hát szeretne egy kiállítást itt Magyarországon rendezni, és hát ő is nagyon tisztelte, meg a barátja volt a Csernusnak, és hát akkor megrendeztük a Vigadó Galériában a kiállítását, és emlékszem, hogy nagyon szép férfi volt, olyan vonzó, magas, meg szobrász is volt, meg festő is, és akkor a egyik fotóslány csinált róla fotókat a katalógusba. Azt mondta, hát ő ezeket a fotókat nem engedi betenni a katalógusba, és miért? Mert túl szépnek fotózta a fotóslány, hogy ő nem ilyen, de mondtuk, hogy de ilyen. És akkor itt hagyta az egész anyagát, ami addig volt, neki ajándékozta a székesfehérvári, akkor még tanácsnak, hogy aztán mi lett vele, mert én próbáltam itten a születésnapja egyikére egy emlékkiállítást rendezni, de nem tudtak egy képet se adni, hogy hova lett, mint lett. És azon kívül ő szobrász is volt, és ő csinált például egy nagy büstöt Szent Lászlóról, ami most is ott van kint Székesfehérváron az egyik közparkban. De miért pont Székesfehérvárnak adományozta? Hát királyi város, nem tudom. Azt kérték tőle. Uh-huh. És azon kívül ő ment restaurálni, mint festő és mint szobrász, a székesfehérvári Borivárat. Biztos hallott már erről, hogy az a Bori Jenő, aki itt főiskolai tanár volt, az épített magának egy kastélyt. És hát ezt ment oda a Laci
restaurálni ezeket a külső restaurálni való festményeket, meg a szobrait, úgyhogy, és ami tragikus volt ebben, hogy ő egy kicsit hasonló volt, nagyon nagyra becsülte a Csernust, kapcsolatban is voltak, mind a kettő nagyra becsülte a másikat, de viszont a Svalmaci 56-ban ment ki, mert akkor olyan hatással volt rá ez az egész forradalom, hogy csinált is egy csomó részkarcot, meg rajzot ezekről a menekülőkről, meg ilyen forradalmi jelenetekről, ami hát itt nem rúghatott aztán ezek után labdába, és viszont az is állandóan Magyarországgal foglalkozott. Állandóan. Festett egy óriási feszületet, de olyan 3 méteres magas, és olyan 1,5 méter széles. És azt neki ajándékozta annak a kerek templomnak, ami ott van Székesfehérváron, ahol azt hiszem, hogy ott a templom tövében van a Kaszap István sírja ennek a pap, korán meghalt papnak, akit most akarnak szentjavatni. Annak az oltárára festető ajándékba, hogy, mert Székesfehérváron született, hogy legyen ott egy emlék tőle. És akkor a plébános azt mondta, hogy Lacikám, ez olyan gyönyörű ez a kép, hogy ezt ide teszem a rögtön, ahogy bemegyünk a templomba a bal oltárra, azt mondja, hogy ha meghalsz, akkor én adok egy helyet neked itt a kriptába. Csak éppen az volt a tragikus, hogy akkor a Svalmaci már halálos beteg volt, és egy fél év múlva meghalt rákba, és akkor tényleg megkapta azt a sírhelyet. De ő tudta, hogy beteg? Persze, persze. De egy fél lábbal is járt haza, mert imádta Székesfehérvárt, mondom, mindenit neki adott, mert a lánya kint élt Svájcban, az kábítós volt, úgyhogy felesége operaénekes volt, de elvált tőle, tehát nem volt senkije magyarul, aki foglalkozott volna vele. Pedig fantasztikus milyen képek. Persze tele volt tragikummal a festményeinek a nagy része. Egyébként imádott Olaszországba festeni nagyméretű temperákat. Tehát akkor nem lehet tudni, hogy hol van ez a hagyaték? Nem. Próbáltam ott, hogy hol vannak. Hát az egészet odaadta az akkori tanácsnak, hát most már polgármester hívta. Majd utána néznek, sose hívtak vissza, nem tudták, hogy hol van. Hát így megy el az embernek a jelene, múltja, jövője. De aztán mégis megjelent az egyik fotó a katalógusában, mert hát egy szép férfi volt, hát az a fotós lány se tudta más elmaszkírozni Rondának. A jelen, múlt és a jövőből egy pillanatra beszéljünk, vagy nem is pillanatra, hanem mostantól egy kicsit beszéljünk a múltról. Arról, hogy végül is a Műcsarnokban ismerkedett meg Frank Jánossal, aki az egyik legnagyobb kiállítás szervező volt az 50-es, 60-as, meg talán 70-es években is. Ő volt az, akit mindenki elfogadott, mint az etalont, aki fantasztikusan tudott kiállításokat csinálni. Pedig hát, ahogy én egy interjújában olvastam, többet ült a kocsmában, mint a kiállított. Hát hadd adjak neki elég téltet azzal, hogy ő rengeteget dolgozott. De ő valahogy a feleségével együtt nagyon korai kelő volt. És akkor ő bement 6 órakor a műsorokba, ha éppen ott rendezett kiállítást, vagy a Kulturális Kapcsolatok Intézete kiállítótermébe, vagy Ernst Múzeumban, és akkor bement reggel, akkor nem zavarta senki, bement oda az ernyőjével, mert mindig nagyon elegáns volt, kalapba, ernyője, szóval mindig tip-topul nézett ki, és hát biztos sokan emlékeznek még a figurájára, mert kicsit olyan féloldalasan ment, mert leverték az egyik vesejét borba, a táborba, ahová őt is elvitték, ugyanakkor, amikor a Radnótit, és hát 6-tól mondjuk 9-ig rendezte a kiállítását, és utána eltűnt. De ezt úgy mindenki tudomásul vette, tudta róla, és ő egy nagy név volt, a legjobb művészettörténész volt az egész Műcsarnokban, és egy kedves, kellemes, művelt, amit el tud képzelni róla, mindenkinek segített, mindent finoman megmagyarázott, hogyha nem úgy volt az, ahogy a másik gondolja, vagy helyesbítette. A lényeg az, hogy
És akkor ott beült a kis, én is találkoztam vele, amikor éppen mentem be dolgozni, azt mondja, nem jössz velem meginni egy, nem tudom, valamilyen pálinkaszerűséget ivott, ott arra emlékszem pontosan, a Gerlóci utcában, mondom, jó, hát bemegyek veled. Aztán én is bementem oda, aztán megittük, lehajtottuk a kis pálinkát, aztán ő még ott maradt, én meg rohantam be a műcsarnokba, mert ugye 8:30-kor kezdődött a munkaidő, és akkor ő valamikor délután megint nekiállt, és akkor tovább folytatta. Szóval olyan nem volt, hogy ő valamit a munkájának a rovására csinál, de ki ez volt a beosztása. Nagyon sok sikeres kiállítás fűződik a nevéhez, és viszont volt egy nagy kudarca, hogy nem tudta megmenteni az Erzsébet téren a Nemzeti Szalont. Bizony. Bizony. Pedig... Amelyet a hatalom lebontatott, de számomra máig nem világos, hogy egy ilyen kiállító helységet, ahol fantasztikus tárlatok voltak, miért kellett lebontani, kit zavart? Senki nem értette. Hát ott óriási kiállításokat rendeztek. Többek között a Kovács Margit, meg a Márf Gyöldön, meg egy csomó tényleg olyan történeti háttérrel rendelkezett az a Nemzeti Szalon, és amellett egy gyönyörű, híres, szecessziós épület volt, és nem a tér közepén állt, hogy ott zavarta volna bármelyik elképzelését az akkori városvezetésnek, hanem ott állt a szélén szembe a 5. kerületi polgármesteri hivatalon, és hát nagyon sokat harcolt érte a Janó is. Cikkeket írt róla, meg mindenhol felszólalt, próbálta megmenteni. Ugyanígy a Dorottya utcai, ami a kulturális kiállító terme, igen, volt. Azt sikerült még egy darabig éltetni, azt nem szüntették meg, de ezt egy pillanat alatt lebontották. Pedig ott nem csak az volt, hogy kiállításokat rendeztek, meg az egy olyan találka helye volt a művészeknek, amelyik tényleg olyan volt, mint később aztán a műcsarnok, hanem ott őrizték a műcsarnok és az összes kiállító teremnek az összes katalógusát, meg egy nagy könyvtár volt. Most ezeket áthozták a műcsarnokba, és nem tudom, melyik igazgató volt, beküldte a ZUSZDÁ-ba. Tehát a Nemzeti Szalonnak a katalógusai, ha csak nem valakinek a gyűjteményében, az mind megsemmisült. Képzelje el, szóval ez egy... Hát a szép művészetében még hozzáférhetők a könyvtárba. Hát azért mondom, hogy ami nem volt eladva, amit ott raktároztak, vagy egyáltalán ott tároltak, az mind eltűnt. Az épületen... És később se derült ki a 70-es, 80-as években, és hogy miért kellett lebontani? Senki nem. A Janón kívül aztán senki nem beszélt róla. Senki. Senki. Pedig hát az egy csodálatos hely volt, mert én emlékszem, hogy a utca, a Deák Ferenc, aztán Deák Ferenc utcának hívják azt az utcát, aminek a homlokzata, amire nézett a homlokzata, és a hátsó része az pedig nyitva volt, és egy kerthelyiség volt. Tehát az egy olyan találkozó helye volt, nem csak a művészeknek, hanem az egész belvárosnak. Tehát ez egy olyan színfoltja volt Pestnek, ami azóta sincs ilyesmi. Nincs. Menjünk vissza oda, ahol az egyetemen Zádor Anna osztályába járt, és Zádor Anna megkérdezte a művészettörténész növendékeket, vagy tanítványokat, hogy ki kiről szeretne monográfiát írni. És akkor maga nagyon drukkolt azért, hogy Czóbel Bélát ne húzza maga előtt senki. Hát mert én K-betűs voltam, ugye Kratochwil, tehát előttem volt egy csomó ABC, és hát mindenki választott. De az volt a szerencsém, hogy nem választott a K-betűig senki Czóbelt. Mert akkor ugye hát ez a 60-as években volt, akkor a Czóbelnek sok művész Szentendrén nem is nagyon köszönt. Nem köszönt, mert hogy a Czóbel Béla már 40-es évek közepén már mehetett ki Franciaországba, meg már külföldre utazhatott, meg kiállításokat rendezhetett, és hát irigyek voltak, hát irigyek, féltékenyek, hogy a Béla bácsinak hogy ment ez, és ők meddig nem. De hát a Béla bácsi már tulajdonképpen egy befutott festő volt, csak féltek tőle, vagy idegenkedtek, meg Béla bácsi se volt egy olyan nagyon barátkozós művész, úgyhogy ő nagyon jó meg. Frank Janó azt is mondta Miminek, hogy na, nem egy jó választás, mert nagyon morózus ember a Béla Igen, bácsi. Mert a Frank Janó ott dolgozott kint a Szentendrei Múzeumban, és jó kapcsolatban volt a Czóbellel,
És hát persze, hát az ember dicsekszik, hogy én most írhatok egy évfolyam dolgozatot a Zoberről, és hogy majd meglátogattam, meg hogy írtam neki levelet, hogy mikor alkalmas neki, és hát azt mondja, nem sok sikerrel fogsz járni, azt mondja, mert nem nagyon enged magához közel, de tudja miért nem. Azért, mert mindenki oda akart menni, akkor, amikor neki is megvoltak a szigorú órái a festési időnek, tehát délelőtt ő festett. Délután meg ebéd után lefeküdt, és utána jöhettek a látogatók. És hát azt mondja, Janu, hát nem fogsz vele sokra menni, nem fogsz tőle megtudni sok mindent ehhez az én folyam dolgozathoz, mert nem nagyon beszél. Nem nagyon beszél meg szóval nem tud kedves lenni, pláne egy idegen oda megy, hogy én egy egyetemi hallgató vagyok, hogy szeretném megint eljúl. Hát az mondom. Na jó, de azért egy csinos szőkenő az azért csak megmozgatta a Béla bácsi fantáziáját, nem? Nem volt hiába, nem volt hiába, mert neki az egyik barátja, idézőjelben barátja volt a Cája Mátyás, aki tudja, volt a nagy cirkuszos. Igen. És ő ott volt a Szentendrei gimnáziumban tornatanár. És a Béla bácsinak barátja volt, meg modellje volt, ugye, mert jó válas atléta volt, és akkor megkérte a Béla bácsi, hogy nem hívná-e meg ő hozzá azokat az egyetemist, vagy gimnázista lányokat, hogy ő szívesen fizet, hogy üljenek neki, vagy feküdjenek modellt. Azt mondja, és 50 forint pózolási díjat kaptak óránként. Hát persze aztán így egy csomó lányot ment hozzá. Most alig vártam már, hogy legyen ez a 1914-es nagy Zóbel kiállítás Szentendre, mert gondoltam, hogy hát ezek is most már idősebb hölgyek, szépen mondva, hogy talán ráismernek magukra, hogy őket ábrázolja az a kép, de hát nem jelentkezett senki. Úgyhogy a Béla bácsi nem volt elhanyagolva a fiatalokkal, nagyon szerette magát körülvenni. Fiatal lányokkal, fiatal, tehát Egri Jánosról egy olyan festményt festett, hogy csak úgy él az a kép. Aztán a Egri János meg a feleségét meg nem engedte. Hozzám azt mondta, hogy ő félti a Béla bácsitól a feleségét, nem engedte, hogy csináljon. Azóta is sajnálja, hogy nem csinálhatott a Béla bácsiról a képet. Na és szóval én... De mitől zúgott bele Zóbel Béla művészetébe, mikor egyetemistaként, hát mit tudott róla? Látta azokat a régi fóvos képeit? Nem. Én a gyerekkoromtól kezdve számon tartottam, mert az én apukám az imádott könyveket vásárolni is. Maga nem emlékszik rá, de azelőtt volt olyan akció, hogy jöttek a könyvügynökök, hozták magukkal a rengeteg könyvet házhoz, és akkor részletre eladták. És hát az én apukám is szegény, összevásárolt lexikonok, meg szótárak, meg művészeti albumok, tömkelegét, és akkor azt havonta kellett volna fizetni. De hát volt, amikor nem tudták kifizetni a fizetéséből, fogták akkor az ügynökök, és elvitték az egészet, ami nem volt kifizetve. Na hát így jártunk mi is, és ezek között volt egy művészeti album, amiben a Béla bácsinak volt egy virágcsend, illetve aztán meg egy női portréja. És hát ez nekem nagyon tetszett akkor. Meg hát gyűjtöttem én már akkor nem csak képes albumokat, meg milyen művészeti kiadványokat, hanem hát képes lapokat, ami rajta voltak. Na ez volt az egyik inspiráció, hogy én nekem már ugye a világképemben benn volt a Béla bácsi, de hát persze egy nagy festő volt, én meg egy pisis lány. A másik dolog, meg az első férjem, a Boglár Lajos, az a néprajzkutató, az meg a Béla bácsinak az egyik képét, méghozzá a Modok Máriának azt a hátakját, az is egy nagyon híres kép, ott volt nagyméretű reprodukciója az íróasztalán, de még előttem, mielőtt engem elvett feleségül. Úgyhogy ott megint találkoztam a Béla bácsival, és hát aztán mentem az egyetemre, és hát mindig valahogy figyeltem én a Zóbert, hogy mi újság van. Aztán jött ugye a Frank Janó, hogy be kim volt Szentendrén, mint kiállításrendező, meg jó kapcsolatban volt a Béla bácsival. Úgyhogy így aztán nem volt a Béla bácsi előttem ismeretlen már az egyetem előtt se. Na és akkor igaza lett a Frank Janónak, vagy nem? Tehát morózus volt, vagy pedig azért, mert maga egy szép nő volt, hát, megenyhült. Nem, hát engem miten a megérdemelt, a méltányom felül fogadott, mert
jött hozzá valaki, diután volt, ugye, hát akkor jöttek hozzá a látogatók, és jött hozzá a Dévény Iván, szegény Dévény Iván, aki tényleg egy nagy műgyűjtő volt, nagy tisztelője a Béla bácsinak. Írt róla sokat, meg gyűjtötte, meg tisztességet. Meg is csinálta a portréját. Igen, persze, többet is. És azt mondta, hogy ne haragudj, nem tudom, magást a tegeszte, ne haragudjon, de most egy nagyon fontos hölgy van itt nálam, aki dolgozatot ír róla, én majdnem elsüllyedtem ott a kertjébe, hogy engem most itten hogy fog utálni a Dévényi Iván, hogy most ő vele nem fog. Azt mondja, most nem érek rá, azt mondja, gyere máskor, meg jött Esztergomból. Ugye, hát mondta, hogy most nem ér rá, mert most itt van ez a fiatal hölgy, és neki vele van dolga. Úgyhogy szó se volt arról, hogy nem beszélt, sőt, hát leveleket adott oda, hogy nézzem meg, most kapta a francia barátaitól, hogy vigyem el, fénymásolta, vagy másoljam le, vagy használjam föl, hogy most éppen ez van vele, hogy most... Picasso-tól is kapott leveleket. Igen, persze. Annak csak a másolata van meg, mert azt valamelyik másik műgyűjtő már elkérte tőle, aztán elfelejtette visszaadni, de egy csomó másolat készült belőle. Úgyhogy megvan a levele a Picasso-nak is, amit a Béla bácsihoz írt. Szóval nagyon jól sikerült, sőt elküldtem neki a dolgozatomat, és meg nagyon tetszett neki, és akkor úgy én megköszöntem szépen, visszaküldtem neki a leveleket, amiket kapott a kinti barátaitól, neki nagy barátja volt egy nagy francia műgyűjtő, a Michel Kellerman, aki egyébként nagy Dürer szakértő volt, és hát nagy barátja volt a Béla bácsinak már az ő fiatal korától, le is festette a Béla bácsi ezt a Michel Kellerman, mint gyereket mondom, ami Michel képén, úgyhogy ez egy régi barátság volt, és hát szóval mindenben rendelkezésemre állt a Béla bácsi, aztán én visszaküldtem neki a dolgokat, akkor írtam neki karácsonyra, akkor ő visszaválaszolt, tisztelt asszonyom, és akkor úgy lassan úgy kialakult egy, ott laktunk a szomszédban, akkor azt mondja, hogy én lefesteném magát, majd legközelebb jöjjön vasárnap délelőtt, és akkor lefestem, vagy lerajzolom. És mondtam, hogy persze. És akkor persze hétközben is látogattuk őt időnként, mert nagyon nehezen ment. És nekünk akkor volt egy trabantunk, és hát imádta a Béla bácsi a trabantot, ott ült a férjem mellett, és akkor mentek a festékboltba, amire rögtön megsértődtek, mert a Béla bácsi felhívta őket, hogy festékbolt? Azt mondja, nem kérem, ez a művészellátó festékbolt. Akkor oda elmentek a férjemmel, és akkor ott vett egy csomó festéket, persze a legolcsóban. Nagy Mező utcában volt az a 49. Igen. És akkor a Béla bácsi ott vett festékeket, meg mindent, amit itt lehetett akkor kapni. A többit azt mi hoztuk neki mindig, aki éppen kiment Párizsba, hogy smaragdzöld, meg nem tudom miket nem lehetett kapni. Na és akkor azt mondja neki az egyik árus, azt mondja, hát a művész úr miért nem veszi a legdrágább festékeket? Hát egy ilyen nagy művész miért nem a legjobb festékeket veszi? Azt mondja, miért attól jobb lesz a kép? Azt mondja, a Picasso is a legocskább festékeket vette, úgyhogy visszaválaszolt nekik. Úgyhogy aztán így alakult, hogy többször megörökített. Nehéz volt modellt ülni? Nem. Nem, hát leginkább csak hallgatni kellett, meg nyugodtan ülni, de mindig beállított olyan pózba, hogy kényelmesen üljek. Viszont én rettenetesen szerettem volna megnézni, mindig mániám volt, hogy megnézni egy képet készülés közben. De hát azt persze sokszor meg se engedte, hogy miket festott két óra alatt, mert 10 és 12 között volt a festés. Viszont egyszer rájöttem, hogy kicselezem, hogy a hátam mögé tettem egy csomó tükröt. És akkor a tükör az ő háta mögött volt, tehát láttam, hogy ő mit fest. És akkor mindig mondta, tessék? Kiszúrta a tükröt? Nem, azt mondja, mit csinál maga? Mondom, vigyázok itt, nehogy eldőljön a tükör, mondom, nehogy magára essen itt. Jó, azt mondja, nem fog eldőlni. Mondom, jó, de már megcsináltam, hogy úgy csináltam, hogy lehessen látni a vásznat. Igen ám, de mikor legközelebb mentem vasárnap, az egész le volt smirglizve. Le volt, mert hogy neki nem tetszett, úgyhogy millió változaton ment keresztül a kép, és hát láttam pontosan, hogy fest, hogy ennyi ecset volt a kezébe, tele volt, mert minden
színnek másik ecsetje volt. És ha valami rosszat vett ki, és véletlen ráked, olyan mérgesen ledobta az egészet, hogy már megint egy rossz ecsetet vett elő, és most elrontotta a képet. Tehát nem rontotta el, csak szóval ő szenvedélyesen festett. Szóval az biztos, hogy olyan harmonikusan építette fel a képeit, hogy azóta is mindig sajnálom, hogy nem tudom megnézni a művészeknek a készülés közben, hogy milyen fázisokon. Soha senki nem engedte meg ezt? Hát a nagy festők nem. Hát a Szabó Vladimir festett le egy csomószor engem, de hát annak a felesége ott ült a háta mögött, az volt a nagy kritikus, hogy Vladimir, már megint törpének fested a Mimit, ez a szegény, akkor letépte a vásznat a festőállványra, és meg kikezdett egy másikat. Azt mondja, ez is egy törpe lett. Hát ő csak törpéket tudott festeni. Majd még a Szabó Vladimirra visszatérek, de végül is hány portrét csinált Mimiről Szóbel? Hát egy van, amiből lett egy forintos bélyeg, mert azt akkor festette 71-be, és a Magyar Posta megkereste, hogy hát ő szerette egy Szóbel reprodukciót a bélyegre tenni, és akkor azt mondta, hogy ez a Mimi, ez a legjobb, ez a legújabb, ezt. Mondták, hogy de nem lehetne valami másik. Nem, vagy ezt, vagy semmit. De hát ezért aztán engem méltánytalanul bántottak a kolléganőim, mert azt mondták, hogy hát igen, jó a Miminek, mert megjelent egy forintos bélyegen. Azt mondja, a másik, igen, de 7 millióan nyalják a fenekét. Nagyon szerettek egyébként, de azért ezt nem hagyták ki, hogy egy forintért festi a Mimit. Szóval azt hiszem kettő vagy három van olyan, ami be van fejezve, vagy amit abba hagyott. A többi az ott van, miután az egész hagyatékát a Szóbel Múzeum kapta, ami már akkor egy éve megnyílt még az életében, és azok ott vannak ilyen félkészképek. De nem arról volt szó, hogy megígérte magának, hogy odaadja az egyik portrét, és aztán az olyan jó lett, hogy azt mondta, hogy ez múzeumban való, úgyhogy mert festek magáról egy másikat. Úgyhogy festett is egy másikat. És ez a jó kép lett a bélyeg. Ez a bélyeg lett, igen. Egy forintos. És amikor... Most kicsit előreugrok, mert hogy említette a múzeumot, azt azért ő hogy fogadta, hogy még életében lett egy boldog múzeum? Boldog volt. Az acél keze volt ebben benne, mert ő is nagyon szerette a Szóbelnek a művészetét, olyannyira, hogy meglátott egy Szóbel képet a műcsarnokban az egyik országos kiállításon, az is engem ábrázolt, hogy Mimi Standált olvas, úgyhogy ezt rögtön szólt a titkárnője, hogy ezt az acél meg akarja venni. Akkor én megkérdeztem a Béla bácsit, hogy a Szóbel, vagy a acél meg akarja venni, mennyibe kerül. Hát akkor ő mondott egy árat, aztán 30 ezer forint, vagy szóval nagy ár volt. Hát a 70-es években. És akkor, mikor vége lett a kiállításnak, akkor rögtön küldte a sofőrt, hozta a pénzt, én akkor átadtam a Béla bácsinak, szóval ez ilyen. Nem csak a Béla bácsi volt, ez a több művész is volt, aki nem fog ő mostan itten pénzezni ezzel, vagy azzal a gyűjtővel, vagy pláne az Attillal. De akkor itten a műcsarnokon keresztül itten jöttek, mentek a pénzek, meg a művek, és úgyhogy az azóta is nem tudom, hogy mi lett velem, mert azóta se láttam, se kiállítva, se magángyűjteménybe, úgyhogy ez sajnos eltűnt, ez a Mimi portré, amint éppen hát lehet, standard. Hogy az acél örököseinél van, nem? Próbáltam már, nem, meg se találtam őket. Meg se találtam. Hát nyilván annyira, nem tudom, elzárkoztak mindentől, hogy nem álltak senkivel szóba, pedig én csak kölcsön szerettem volna kérni, de hát nem sikerült velük kapcsolatot teremteni, és hát nagyon sok rajzot. És nincs róla fotó se? De van. Az egyik képes újságban akkor írtak egy nagy cikket a kiállításról, és ott ezt a művet szerepeltették. És miért pont Standál olvasott? Mert a Béla bácsi nagyon szeret, és állandóan inspirált engem, hogy... Mi a vörös és fekete volt a kedvenc regénye? Nem, egyáltalán az, nem a Standálnak, azt nem a elméleti írásai, és Béla bácsi folyton akarta, hogy én
minél többet tanuljak franciául, úgyhogy néha utána franciául beszélgetett volna velem, ha annyira tudtam volna, meg hát francia kuplékat énekelt. És azt mondja, hát ez hogy azt mondja, maga ezt nem ismeri? Hát mondom, Béla bácsi, akkor még az anyukám se élt, amikor ezek divatban voltak, ezek a kuplék. Azt hát ezt meg kell tanulni, ezt pótolni kell. Úgyhogy meg amikor kimentem Párizsba hivatalosan, akkor leírt egy kis cetlire, hogy mit szeretne, hogy hozzak neki festékbe, meg ilyen ecsetbe, meg nem tudom micsodákat, amik kellett, meg szénceruzákat. És akkor azt én hazahoztam, és akkor ő boldog volt, mert hát az meg hozzákapcsolódott neki Párizshoz, amelyik a második hazája volt. Hát Párizsban is dolgozott az év egy bizonyos időszakában, ugye ősszel és télen, mert nyáron Szentendrén az rendben volt, de télen ott nem volt fűtés. Hát Szentendrére úgy került, hogy egyszer a Lehel Ferenc, az a nagy író, meg művész is volt, azt kivitte őt a 30-as évek közepén Szentendrére, és hát nagyon megtetszett a Béla bácsinak, akkor ismerte meg a Módok Máriát, aki egy méltánytalanul elhallgatott, nagy festő volt. És akkor ő rájött, hogy Szentendre ott sok művész élt már, meg a Ferenci család is oda költözött. Úgyhogy ő aztán úgy levelezgetett ezzel, azzal a Módok Máriával is, olyannyira, hogy meghívta, hogy menjen ki Párizsba, mert nagyon tehetségesnek tartotta. Csak hát a Mária nem becsülte a saját műveit, mert ő csak a Béla bácsinak az imádója volt, és csak a Béla bácsi volt a fontos. Ő meg olyan gyönyörűen írta Szántó Piroska, nem tudom idézni pontosan, de azt írta, hogy a Zóbelnek a köpenyébe a Módok Mária beburkolozott, mint egy meleg kendőbe magára vette, és semmi más nem érdekelte, csak a Zóbel. Úgyhogy 1940-ben, amikor a Béla bácsi hazajött, akkor egyenesen ment a Módok Máriához, persze a vasúton, nem tudom hol, Szombathelyen vagy hol, odaadott a kalauznak pénzt, hogy adjon fel egy táviratot a Máriának, hogy érkezik. Hát persze se nem adta föl, pénzt se adta vissza, mindegy, nem várta senki a Béla bácsit. Ő meg kiment szépen akkor Szentendrére, és a Módok Máriának volt ott egy kis nyaralója, de csak egy kis vacak nyaraló, és hát a Béla bácsi oda húzódott vissza, és akkor ugye akkor elvette szilveszterkor, a Kmeti János volt a tanuljuk, elvette feleségül 40-ben, és akkor kezdték a házat aztán megnagyobbítani, hogy hát ott tudjanak lakni. És hát azért voltak ott csak tavasztól őszig ott kint, mert a Béla bácsinak nem volt lakása Pesten. A Módok Mária meg elvált a férjétől, tehát nem volt hova menni. És akkor 66-ban kapott itt a Kelenhegyi úti művészházba egy műtermet, és azon túl, meg hát már meg is öregedett, már nem tudott olyan nagyon sokáig kint lenni Párizsba telente, meg a Módok Mária ott kapott Párizsba agyvérzést, úgyhogy akkor ő már nem nagyon tudott oda kijárni hosszú ideig, és hát akkor telente meg itt Szent, vagy a Kelenhegyi úti műteremben festett, csak az is egy jó pofa dolog volt, hogy ő, ugye említettem, a cája az mindig nyáron modellt ül neki, hát jó atléta volt meg, barna lesült, és úgy, akkor... Olyan volt, mint egy díjbirkózó. Olyan volt, igen. És akkor télre mondta a Béla bácsi, hogy nem fejezte be a képet, hogy legyen szíves, akkor télen jöjjön be Szentendréről, hogy tovább fesse a képet. És hát megjelent a cája, a kis trikóját tartotta csak maga, és tiszta fehér volt. Azt, hogy a Béla bácsi, hát én így nem tudom magát lefesteni. Hát én csak barnának ismerem magát, hogy nem sikerült a kép. Csak azt tudta festeni, ami a szeme előtt volt. Aztán azt ő úgy variálta át, ahogy az ő festői talentuma akarta, de az biztos, hogy az eredeti kiinduló pontnak ott kellett lenni. Hát nem volt barna, akkor nem lett kép. Nagyon sokan irigyelték Zóbelt, hogy ő volt az a művész, aki minden évben kapott útlevelet. Ez azért volt, mert az acél nagyon méltányolta? Hát nem tudom, hogy ez csak az acélnak köszönhető, de hát ugye ő már 46-ba kiment, amikor biztosan, hogy ismeri azt a márai naplói közül azt, amiben a Márai a 46-os évekről ír, hogy meghívták ezeket a magyar értelmiségiek,
közül sokakat, mint a Pácai, meg a Szőnyi, meg a Márai, meg a Czóbel, meghívták őket Svájcba, hogy akkor volt ott a Hubay Miklós, mint könyvtáros, azt hiszem Genfbe. És meghívták őket, hogy egy kicsit felhizlalják, vagy egy kis jobb életet éljenek ott, azt hiszem egy pár hétre. És a Márai ezt gyönyörűen leírja, hogy ott voltak, és milyen jó dolguk volt, és hogy micsoda óriási különbség, hogy ők otthon, hát akkor a Márai kint lakott Leányfalun, és hát azt levelezte haza a felesége, hogy nem eszik a disznó, hogy mi legyen vele, hogy vágják le, vagy mit csináljanak. Hogy nekik ilyen problémáik voltak, hogy a disznó most éljen, vagy megöljék, vagy levágják. Ezek meg ott kint, ezek a francia, meg svájci nők ottan sétáltatják a kutyájukat, hát nem tudom idézni pontosan, de ez volt, hogy micsoda két óriási különbség egy svájci független állam és a magyar viszonyok között. Úgyhogy a Béla bácsi is így ment ki. Jó, hogy aztán ő megkérte az engedélyt, hogy ne haza kelljen jönni neki ide a svájci kiutazás befejeztével, hanem akkor tovább ment Párizsba. És akkor a megengedték, de a Mária meg, akkor már felesége volt, ugye, akkor megkérte ő is az útlevelet, és akkor a Béla bácsi után ment. Na, de ez 46-ban volt. 46. De hát utána is. A Béla bácsinak majdnem minden évben volt kiállítása Párizsba. Ezen csodálkozom, hogy neki lehetett. Hát meghívó levéllel. Meg vitte ki az a de 50-es vonaton... években hiába küldtek meghívó levelet. 50-es években nem mehetett akárki. Nem tudom, milyen belső kapcsolatai voltak. Nem volt soha kommunista, nem volt soha baloldali, úgyhogy nem tudom, hogy... Hát nagy festő volt már akkor, hát mennyi volt akkor már 60-70-80 éves lassan. És hát akkor ugye kiállítás azért az nagy dolog volt, hogy a Béla bácsi kiment, vitte összecsavart vásznakat a kupéba. És akkor vonaton? Ott, persze, hogy vonaton, két napig ugye utaztak kifele. És akkor a Béla bácsi rengeteg pénzt hozott akkor be a magyar államnak, mert az volt, hogy akkor ugye mindent eladott ott kint, volt neki a Zaggalériás, aki egy lengyel barátja volt, a Rajkiszé, annak, amikor az meghalt, akkor pedig az Elizé palotával szembe volt neki egy jó kis galériája, a Galéri Drouet, tehát neki mindig nagyon jó üzletfelei, meg galériásai voltak, és csak azok mindent eladtak. Hát a saját kollégái, akik ott francia festők voltak, fiatalabbak, és nagyra becsülték a Béla bácsit, azok is vásároltak. Nem kunyeráltak tőle, vagy cseréltek, vettek tőle a galériába. Hát így vett például a Szögonzak nevezetű nagyon remek francia festő, és a Béla bácsitól egy nagyméretű képet, a Szentendrei Vénuszt, amit az ő halála után bizony ide küldött a Szentendrei Múzeumban, és most is az ő képe ott van a főhelyen. Ez a fekvő kép? A fekvő kép, igen, ami mögött egy tükör van, igen. A tükörből látszik a művész, meg a modell hátulról, tehát ő nagyon vásárolt. Szép ez a kép. Nagyon, és ott vásároltak, és amikor jött a hazajövetel, akkor ő hazahozta a pénzt, és leadta a Nemzeti Banknak, és akkor ő abból valamit vásárolhatott vissza, egyébként megkapta forintba. Tehát ez egy jó üzlet volt a magyar államnak is. Az biztos, hogy neki nagy sikerei voltak, és mindent eladtak. Amit meg nem adtak el, azt meg megvette a galériás. Amikor Svájcban volt, akkor ott gondolom nagyon sokat dolgozhatott, mert elég sok képpe érkezett vissza Svájcból. Hát mert ott volt neki egy nagy barátja, méghozzá úgy hívták, hogy Oscar Géz, akinek Genfben van a Petit Palais nevezetű nagy többemeletes háza, vagy villája, és abban ő a Matisse, Zobel, Picasso, Modigliani, ott a zongorája tetején egy Modigliani kép. Ezeket gyűjtötte, és akkor ő ott több kiállítást rendezett a Béla bácsinak is, és őtől kértük kölcsön. De hát ő ezt mind Hollandiából, meg Franciaországból, meg itt-ott vásárolta. Mert ez egy, Béla bácsi szerint ez egy nagy háborús beszállító volt, ilyen, mit tudom én, miket gyártott, bakancsokat, vagy tudom is, mit a hadba állók, vagy a nem tudom kinek, a hadba állóknak.
Úgyhogy nem hiszem, hogy az Wehrmachtnak, mert ő egy zsidó származású bácsi volt, nagyon helyes. Képzelj el, ide utazott direkt azért Szentendrére, hogy megnézze a Zobel Múzeumot. Nem csak ő egyedül, elhozta a baráti körét ennek a Pöti Palénak, hogy azok is nézzék meg a Zobel Múzeumot. Persze hétfőn jöttek, akkor be volt zárva, ki kellett nyitatni. Hát ez akkora riadalom volt Szentendrén, ki kell nyitni a Zobel Múzeumot, most mi lett? Hogy kapcsolják ki a riasztót? Tudom én, a riasztót. Hát aztán sikerült meg. Ezért idejött. Ilyetetlen. Úgyhogy ezért kerültek azok a képek hozzá Svájcba, ebbe a Pöti Paléba, uh-huh. És aztán egy csomót, amikor ő meghalt sajnos, akkor itt egy párat tudott ott egyik galériát hazahozni, és itt tudta értékesíteni. De hát egy csomó kép még ott van kint. Svájcban? Ott van a Pöti Paléba, igen. Mert azt hiszem fia volt neki, aki képeket adott el azért, hogy ki tudja fizetni a örökösödési adót. Uh-huh. Úgyhogy. És úgyhogy azok a képek még ott vannak, és még senki nem akarta őket hazahozni? Hát amit eladtak, azt hazahozták. De amit nem adtak el, ami az ő tulajdonában van, az... És akkor a fia még kint él Svájcban? Az eleve is, aztán Amerikában élt, vagy valahol, igen. Hát azt nem nagyon érdekelte, azt hiszem, a művészet, csak a pénzt látta benne. De hát minden esetre az egy nagy, nagy dolog volt, ám az volt a Béla bácsinak az utolsó kiállítása életében, 76-ban halt meg, 75-ben, amit ez az Oscar Géz rendezett neki. Katalógust csinált meg, meghívott engem. Ott Genfbe, igen, gyönyörű anyaga volt. Aztán amikor én Hollandiában voltam, kerestem a Zobel képeket, akkor ott bementem persze a Csong galériáshoz, és hát mondták, igen, hát voltak nálam ilyen-olyan képek, de hát csak a fotója mag, de nem mondhatja meg, hogy kinél van. Hát mondtam, ne is mondja meg, mert én jobban tudom, hogy hol vannak ezek a képek, Svájcban, meg Franciaországban, úgyhogy mindenhonnan összeszedte, amit tudott. Mert ő, hogy Hollandiában élt, onnan is vásárolt képeket, ez az Oscar Géz. Remek, remek ember volt, és nagyon, nagyon tisztelte a Béla bácsit. Nagyon. És szóval mire volt a legbüszkébb? Például arra, hogy Matisse mellett dolgozott ugyanabban a műteremben például? Nem. Vagy hogy egy Fauve kiállításon ő is szerepel a katalógusban? Nem, ő neki ez teljesen, ezek neki kortársai voltak majd, hogy nem. Úgyhogy ő nem tekintett úgy föl rájuk, mint most mondjuk Picasso-ra. Neki ezek kollégái voltak, és el is ment látogatóba a Picasso-nak az egyik műtermébe, és ott lefotózta valamelyik jó nevű, talán a Marton nevezetű fotóst, lefotózta a Picasso-t, a Zobellel, meg a Modok Máriával. És hát a Béla bácsinak ebből az egészből az teljesen megrendítette, és meghatotta, mert Picasso úgy fogadta a Modok Máriát, hogy nagyon régen nem láttam önt. Azt mondja, soha életében nem láttam. De azt mondja, valami olyan eleganciával mondta, hogy milyen régen találkoztak, azt mondja, Béla bácsi, teljesen meghatódott ettől az egész látogatástól, erre emlékezett. Tehát egyébként nem. Nekik ezek kortársai voltak. Neki a szomszéd... De mondjuk Picassoval milyen kapcsolata volt? Semmit. Olyan kapcsolata volt, amikor itt volt a Picasso kiállítás, akkor a Picasso-nak úgynevezett titkárja elvitt egy zsák Zobel képet, hogy ezt viszi a Picasso-nak. Aztán se hang, se kép, aztán azt nem lehetett soha úgy, többé hova. Nem került nem, elő. Nem. De így legalább a Picasso tudta, hogy ki a Zobel. Persze, hogy tudta. Hát leveleztek, meg hát tulajdonképpen a Modiglianival egy műteremházban lakott ott a Montparnasse-on a City Falgieri-be, sajnos pont azt az egy házat, mert ez egy ilyen sorház volt, egy egész utca, ez a City Falgieri, és a Modigliani az is abban a házban lakott, a Béla bácsi szomszédja volt, csak a Modiglianit a Béla bácsi tisztelte, imádta, mérges volt rá, féltékeny volt rá, mert azt mondja, hogy ez egy gyönyörű férfi volt, és csak úgy mentek hozzá a nők,
és ott helye, húja, dinom, dánom, minden volt, azt mondja, én meg itt ültem a műteremben, és festettem. Úgyhogy mérges volt rá, hogy hát ez a szép fiú, te magához vonzza a nőket, meg a modelleket, ő meg csak ott dolgozik, fest, meg csiszolja a képeit, úgyhogy féltékeny is volt. Na, de tehát Szóbel is egy jó kiállású ember volt, én láttam róla fiatalkori képeket. Persze, rá is ragadtak a nők, persze. Na, de hát a Modigliani ott nagyon tetszett neki, gyönyörű férfi volt, azon kívül. És élete végéig azt mondja, a Modigliani bársony, kortbársony ruhába járt mindig, és ő is egész élete végéig kortbársony öltönyt akart. Velem is vetetett egyet, de hát én megvettem neki egy kortbársony öltönyt itt a Vámház körúton, hát olyan patáliát csapott, hogy de nem ilyen. Hát kiderült, hogy aztán vissza kellett vinni, és a takarítónője ment el, mert lumberjacket akart. Hát ő nem tudta, mi a lumberjack. Én megvettem egy zakót, meg egy nadrágot. Nem voltam jó. Aznap nem voltam jó, mert nem olyan volt, mint a Modiglianié. Azt mondja, mindig gyönyörű bársony ruhákba járkált. Úgyhogy neki ezek kollégák voltak, meg is szégyenítette őt a Modigliani egyszer, a Béla bácsi kint ült, aztán a kupol vagy a dom teraszán, egy nővel persze, és ott kávéztak, vagy mit tudom, mi ittak valamit, és arra ment a Modigliani, és rászólt, hogy tőlem nem vettél, vagy nem adtál kölcsön egy frankot, azt mondja, most meg itt ülsz egy nővel. Hát a Béla bácsit megszégyeníteni egy nő előtt, hát ez egy főben járó bűn, hogy mi az, hogy a Modigliani. Mert azt mondja, folyton kölcsönkért. Hiába küldték Livornóból a családja neki az ellátást. Azt elköltötte, Béla bácsinak is küldte a mamája a mit tudom én, tollas párnát, meg a libamáj zsírt, meg a libamájat ki. A Béla bácsi az úgy beosztotta. Modigliani meg elszórta. Persze, hogy akkor folyton kölcsönkért. Hát nem csak a Béla bácsit, egy frankért árulta ott a rajzait ezekbe a kávéházakba. Mert hát éhezett a Modigliani, hát az köztudomású volt. Hát hiába voltak neki ezek a gazdag, ez a Hastings nevezetű újságírónő Londonból vagy Angliából valahonnan, meg hiába volt ez a Jean Ebuterne olyan jó családból való, hát nem volt pénzük. Hát ez a Zborowski, aki úgynevezett műkereskedője volt, ez vásárolt először tőle képeket. Hát nem vették. Nem vettek tőle. És érdekes, a Béla bácsi se vásárolt, egy művésztől se. Tőle vásároltak a művészek. Vásároltak, nem vettek, vagy nem... Pedig hát igazán baráti áron kaphatott volna a Modiglianitól, a Braque-tól, akikkel együtt állított ki, hát látja, nem adott neki kölcsön egy frankot, mert nem adott. Hát már annyit adott neki, nem adott. Nem volt kedve. Azt mondja, hogy csinálja az övr katalógust. Ez kész lesz valamikor? Nem. Na, de hogy lehet úgy csinálni egy övörkatalógust, hogy nincs kész? Hát abba tudom hagyni, és ameddig meg tudom csinálni, azt majd én beköttetem egy könyvbe, egy példányba, és akkor azt használja mindenki. Mert mindig előkerülnek újabb igazi vagy vélt szóbelképek, hát azokat, ami majd előkerül 10 év múlva, vagy 5 év múlva, vagy 1 év múlva, valahol kell egy slusz csinálni. Na most még így is valami 6 darab ilyen vastag irat rendezőm van a Zóbel képeket. Én rendszereztem, hogy a tájképek, meg a női portrék, akkor a feleségéről festett kép, a másik feleségéről, amelyik nevesítve van, mondjuk a Mimi képek, vagy a férjemről a Feri képek, vagy portréja saját magáról. Tehát ezeket én így rendszerezem. Tehát ez bármikor, ha valaki kifizetni, akkor ezt ki lehetne adni. Mm-hmm. Na de hát ez rengeteg pénz, mert én ugyan kifénymásolom a katalógusomból, meg én csináltam még a 71-es kiállítás óta is egy ilyen leltárt a Béla bácsi, ahova elmentem a műgyűjtőköt, minden képről csináltam egy leltárt cédulát, még most is sokan azt használják. Mert hát így tudom, hogy akkor hol volt, és most hol van, tehát nyomon tudom követni. Na de hát ezeknek a fotó jogát megkérni, rendes olyan fotót csináltatni, vagy kérni a galériásoktól, ami hát
nyomdakészen. Jó, hát azt én már nem tudom megcsinálni, már ahogy öreg vagyok. Tehát ameddig tudom, csinálom. Van ott a Czóbel Múzeumban egy egész sorfotó, amik a lappangó képeket mutogatják, vagy mutatják. Azokból előkerülhet valami? Hát valami előkerül. Nekem 3 dossziém van ilyen lappangó képeknek a leltár cédulái, meg amiről van fotóm, az is ott van. És ott vannak azok a finoman mondva kérdéses képek, amiket ugyan nekem mondják a akárhol kereskedők, hogy ez ezért, meg azért, meg amazért Czóbel. Ha én ezt nem érzem úgy, hogy ez Czóbel, vagy nem láttam még soha, ez alatt a 135 év alatt, amikor a Béla bácsi élt és halt. Tehát ez is külön van nekem, de hát ha ezt én megjelentetem, hát engem agyonvernek azok, akiknek azt hiszik, hogy egy igazi Czóbel van, és legjobb esetben feltételezhetően Czóbel. De sok a hamisítvány? Sok. Persze. Hát ez egy jó üzlet. Hát a Czóbelnek van neve. Hát van ilyen még egy pár művész, ugye, akit szeretnek másolni mondjuk. Meg hát van olyan is, amit 5 képből átmásoltak, így egymás mellé tették, és abból lett egy újabb Czóbel kép. Na most az igazi vagy nem? Nem a Czóbel csinálta, tehát kérdéses. Tehát erről még nem is beszélhetek, mert nem tudom bíróságilag megmagyarázni, hogy ezt kérem, miért nem Czóbel. Ha nagyon gyenge, vagy rossz az aláírás, vagy ellopták a Béla bácsitól, ilyen is van. Most került elő egy olyan kép, ugyanúgy el is tűnt, amit elloptak egy nagy műgyűjtőtől, aztán az egy párat visszavásárolt a rablóktól, de erre nem került még sor, hogy visszavásárolja, valahol felbukkant, mondom, persze, hát tudom én ezt, innen-onnan lopták el. Abban a pillanatban eltűnt a kép. Újra eltűnt. Úgyhogy ez egy rémregény is tud lenni, ha az ember erre hegyezi ki a mondandóját. Még csak annyit, hogy Deák Dénes hogyan került kapcsolatba Béla bácsival? Ugye Deák Dénes volt a 70-es években az egyik legismertebb budapesti műgyűjtő, akit hát sajnálatos módon meggyilkoltak, de ő hogyan került kapcsolatba? Mert ha valaki a műgyűjtők közül, ő aztán igazán rajongott ért. Tudom, hát a Deák Dénes az én tudomásom szerint úgy került a Béla bácsihoz, hogy ő akkoriban volt az Író Szövetségnek a könyvtárosa. Így van. Béla bácsi imádta a könyveket, és a Deák Dénes meg mindig vitt neki könyveket. És akkor ezzel úgy belopta magát a Béla bácsi szívébe, hogy ez a Deák Dénes milyen egy rendes, hogy mindig hoz nekem könyveket, a külföldi könyveket, amihez esetleg a Béla bácsi nem jutott hozzá. És akkor úgy lassan, akkor hogy ad-e a Béla bácsi el neki részletre képeket, rajzokat, meg hát akkor a Béla bácsi is megszerette őt. Hát egy nagyon kedves fiú volt, úgyhogy a Béla bácsi meg szerette az ilyen szép fiatal férfiakat, és hát mondta, hogy akkor lefestene engem a mester. Mondta, hogy persze, hogy lefest, meg a barátját is lefestette, úgyhogy ők nagyon jó kapcsolatba kerültek egymással. Így került a Béla bácsi közelébe. Volt, aki meg bélszint vitt neki, mert hogy akkor ugye mondjuk a 70-es, 60-as években bélszint nem lehetett kapni. A Béla bácsi is szerette a bélszint, meg mi is szerettük, és akkor vasárnap, amikor nála ebédeltünk, hát akkor mindig bélszint volt. És az egyik műgyűjtő az meg azt mondta, hogy de majd én hozok a mesternek bélszint vasárnapra, és akkor ezért adott neki. Bélszint, pacalt és velős csontot nem lehetett annak idején kapni. Béla bácsi a bélszint. Bélszint azt szerette, úgyhogy ez a... Sajnos már ez is meghalt. Ez a műgyűjtő. De hát mindig vitte neki a bélszint, és akkor boldog volt, hogy akkor őt is lefestette a Béla bácsi, meg adott el neki. Bár nem jól kezdődött a kapcsolatuk, mert telefonált neki, hogy ő egy ilyen-olyan szegény ember, de hát ő rajong a Czóbelért, hát ez a szokásos szöveg, és hát neki nincs Czóbelje, de pénze sincs, de hogy azért valami rajzot venne. És akkor nekem mondta a Béla bácsi, hogy készítsek egy mappába egy pár rajzot, mert tudja, hogy van a művészeknél, ezek a firkák rajzok, ezek nem szépen dossziéba vagy blogba vannak, hanem ott hevertek a műteremben, piszkálta őket a botjával, hogy most melyiket, melyikből vegyen ki valamit. Mondom, Béla bácsi, hát ide jön egy gyűjtő.
vagy egy leendő gyűjtő. És itt látja, akkor mondom, maga mit akar kérni pénzt érte? Hát mondom, akkor ezeket össze kell szedni, na akkor végre bepaszpartúztatta, és akkor azt mondta, hogy 10 darabot készítsen ki egy mappába, hogyha jön ez az úr, akkor meg tudjon neki, hogy válasszon egyet. Azt mondja, majd nem adom drágáért. És akkor odajött ez a gyűjtő, én nem voltam ott, odajött a gyűjtő, és hát a Béla bácsi mondta, hogy ott a dossziéból válogat, és akkor ez a gyűjtő megkérdezte, hogy mennyibe kerül. 800 forintra adott egyet, és erre ez a műgyűjtő azt mondta, hogy akkor az egészet megveszi. Hát ettől a Béla bácsi olyan haragra kerjedt. Először sajnáltatja magát, ezt részletre akarja, nincs pénze, de imádja. És akkor akarja, hogy akkor válasszon egyet, és akkor megveszi mind a 10-et. Szóval ez nem volt egy kellemes affér. Persze, hát megvette dossziéstól. Mert volt a bérszín. Köszönöm szépen. Szívesen.